Ez egy csodálatos kezdeményezés, és mindenki, aki ebben benne van, nagyon-nagyon hálával kell, hogy adózzon azok elé, akik ezt kitalálták, hiszen ebben az időszakban mindenkit lesújtott, jó magamat is, az zenész kollégáimat is, és az egész zenész társadalmat is ez a vírus, és innentől kezdve mindennek örülünk, amit kaphatunk és kapunk. Konkrétan a számokat inkább nem mondok, de írtózatos mennyiségű fellépés és koncertet mondtak le az országban. Úgyhogy nyilván ez egy zenészek egy tragédia. Tehát nyilván most lehetne pozitív gondolatokat megfogalmazni, így több időm volt dalokat írni, mert írtam is többet is. Több időm volt foglalkozni a zenével, több időm volt foglalkozni egy kicsit a lelkemmel és a külvilággal. De természetesen hát azért egy énekest az éltet, hogy föláll a színpadra és közönségnek énekel. Sokkal fontosabbak váltak az emberi értékek, a család szeretteimnek a megbecsülése. És sokkal fontosabbá váltak olyan üzenetek a gondolat fejemben, amelyeket nehéz is megfogalmaznom, hogy ez micsoda élmény volt az, amikor először nyitott egy étterem, a teraszára kiülhettem. Hosszú hónapok után. Vagy hogy ugye 2 héttel korábban volt egy kicsit a lazítás ugye vidéken, és lejártam Markonvásár meg Tatára, hogy ihassak egy kávét a teraszon. Szóval ez teljesen átértékeltük, hogy mi volt eddig és mi van most. És éppen ezért ez a mai koncertfelvétel, ez egy csodálatos élmény számunkra. Készültünk is rá, és szeretnénk, hogy majd aki meghallgatja, akkor egy kicsit velünk legyen. Nem csak élmény, hanem ugye nagy segítség, akár csak neked illetve, hogy a kollégáknak is, akik hogyne. Szintén ugye így van. Nagyon sok helyi munkanélkül maradtak. Hogy lehetek itt a jövőbe? Hát nagyon reméljük, hogy a vakcina meg lesz, és minél hamarabb visszatérhetünk a normál kerékvágásba. Reményeink szerint azok a koncertek, amik elmaradtak, be lehet majd őket pótolni. És hát nyilván abban bízunk a legjobban, hogy minél hamarabb a magyar könnyű zene is talpra áll, koncertekre tudnak járni az emberek, és végre nagy tömegek előtt játszhatunk.